Köszöntöm Önöket. Köszönjem meg elnök úrnak és munkatársainak a kedves invitálást, hogy ezen az 5. világfalu találkozón részt vehetek. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm nagykövet asszony, nagykövet urat, diplomáciai testületek valamennyi képviselőjét, és előjáróban is gratulálok a kitüntetettnek. Nagyon fontos a magyarok összefogása, és ezért gratulálok is elnök úrnak, hogy az idei év szlogenje a határtalan összefogás értékeinkért. Hadd emlékeztem magam is, 2 héttel ezelőtt a Párciumban jártam, és egyik konfitársunk azt kérdezte tőlem, hogy miért nincs összefogás a magyarság között. Mindig halljuk ezt a kérdést, és az óhajt is, hogy kellene összefogás. Én ezért tekintek úgy erre a néhány napra, ami már 5. alkalommal jön létre, ahol Ausztráliától Amerikáig, Kanadától Új-Zélandig, de ha csak a Kárpát-medencét tekintem, Vajdaságtól Muravidékig, Kárpátaljától Felvidékig találkozik az a magyarság, akik valóban civilek. Azok, akik a történelem bizonyos időszakában kénytelenek voltak elhagyni hazájukat, ezért előjáróban is köszönet a befogadó országoknak. Köszönet, hiszen otthont adtak, de hazájának mindenki megtartotta azt, amit úgy hívunk Magyarország, amit úgy hívunk magyar nemzet. Számomra rendkívül megtisztelő volt miniszterelnök úr felkérése, hogy segítsem elő magam is azt a párbeszédet, ami magyar és magyar között létrejöhet azért, hogy emelkedjünk felül a pártpolitikai torzsalkodásokon, és valóban civilekre, azokra az értékekre támaszkodva kezdjük újjáépíteni azt, amit úgy hívunk, hogy összefogás, amit úgy hívunk, hogy nemzeti összefogás. Nagy a felelősségünk nekünk, akik a 21. században élnek, és akik mi elmondhatjuk, hogy különlegesek is vagyunk, hiszen a világ történelemben keveseknek adatott meg az, hogy ezredfordulót megérhettek. Mi megérhettünk egy ezredfordulót. Megérhettünk egy rendszerváltást, megérhettük azt, hogy szabadok lehetünk, és számunkra nagyon fontos, hogy azokat az értékeket is ápoljuk, hogy a Kárpát-medencében legyen még magyar szó 50 év múlva, 100 év múlva is, hogy olyan értékeket tudjunk unokáinknak, dédunokáinknak átadni, hogy ebben a globalizálódó világban, ahol valóban úgy élünk, mint egy nagy faluban, hiszen minden hír pillanatok alatt elérhető, minden felgyorsult körülöttünk, így értékeinket őriznünk kell, és én úgy gondolom, hogy ebben elnök úr közösek a céljaink is, és elsősorban számomra a legfontosabb az, hogy a társadalmi és a civil összefogást elősegítsük. Még egy gondolatot engedjenek meg, tartozom egy főhajtással mindannyiuknak, azoknak, akik lehet, hogy névtelenül, de nap mint nap teszik a dolgokat azért, hogy a magyar szót megtartsák saját családjukban, hogy a magyar kultúrát ápolják kisebb közösségeikben. Önöknek köszönet azért, hogy értékeket teremtenek. Értékeket teremtettek nap mint nap, és teszik ezt ezekben a napokban is, és teszik azokban a hétköznapokban, ami két világtalálkozó között is zajlik. Ezért még egyszer köszönöm ezt önöknek, köszönöm a meghívást, és köszönöm azt, hogy lehetőséget nyit a Panoráma Világklub és a Világfalu találkozó. Egyszerűen arra, hogy találkozzunk, és ezért nem kívánok más, mint érezzék jól magukat. Köszöntöm Önöket, és őrizzék meg egészségüket jövőre Önökkel ugyanitt. Köszönöm a figyelmüket.